Aktív civil élet folyik Kemecsén a többi településhez képest, közölte a város polgármestere. Lipők Sándor hozzátette, nyugdíjas, különböző iskolai és egyházi szervezetek is működnek itt. A közéletben rendszeresen 4-5 egyesület vesz részt, de összességében 10-nél is több a szervezetek száma Kemecsén. Itt már rendszeresen a járás településeinek civil szervezetei egyeztetésen vesznek részt, ezt évente 1-2 alkalommal szoktuk megrendezni, ennek hagyományosan Kemecse szokta a helyszínt biztosítani, úgyhogy hagyományos megőrzése szempontjából ismét egy ilyen civil egyeztetési fórumot tartunk. A megyében összesen több mint 2000 civil szervezet működik, ezek közül 250-300 azoknak a száma, amelyek folyamatosan aktív pályázók, hangzott el a fórumon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 230 település van, és mindegyikhez legalább egy ilyen tevékeny egyesület tartozik. Idén több 100 millió forint érkezik a megyébe, a nyertes összegeket többek között működési kiadásokra és eszközök beszerzésére fordíthatják majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden évben nagyon komolyan vesz ebbe részt ebbe a Nemzeti Együttműködési Alaphoz kapcsoló pályázatukba, és az idei évben a szakmai és működési pályázat keretében több mint 300 millió forint érkezett a megyébe, amely egy komoly szám. Ha úgy nézzük, hogy 3 milliárd forintot oszt szét éves szinten a NEA, ez ennek az összegnek egy komoly aránya, ami a megyébe érkezik. A járási információs napon a NEA pályázatokkal kapcsolatos feladatokról és teendőkről értesülhettek a résztvevők, így például a szerződéskötés folyamatáról is informálták a nyertes szervezeteket.